Siker a Magyar Nemzeti Balett premier darabja. Vizsgaelőadás lett Mozart ritkán játszott operája, az Áruhás kertészlány. Mutatjuk, milyen Strauss végletektől is izgalmas operája az Ariadné Naxosban. És újra az Operaház tereibe invitáljuk Önöket, hogyha nálunk járnak, ne csak lássák, hanem ismerjék is az épületben található csodákat. Üdvözlöm Önöket, ez az Opera Café, a Magyar Állami Operaház magazin műsora. Gyüdi Melitta vagyok, kezdjünk! Valóban ezzel a 36 emberrel, aki a zenekarban játszik, egy olyan dús zenekari hangzást ér el, hogy ha az ember nem tudná, hogy ez egy kamara zenekarra íródott, nem is gondolna. Maga a mozgásvilág is teljesen új dolog az egész együttes számára. Mondhatom azt is, hogy másodpercig itt akár két lépés is belefér. Nagyon élvezem ezt a karaktert, amit most alakítok. Ez egy nagyon-nagyon szeszélyes nő, egy ilyen igazi kapricsózá. A mitológiai témájú Ariadné Naxosban című opera rendezői koncepcióját a kettőség jellemzi. A komédia és a szomorúság együttes jelenléte. A zene, a történet és a rendezés oldaláról mutatjuk Richard Strauss minden szempontból izgalmas operáját. Az egyszerre komikus és heroikus Ariadné Naxosban Richard Strauss rafinált szándékkal megkomponált operája tele szárnyaló és felejthetetlenül groteszk dallamokkal is. Az Ariadné az tényleg egy különleges darab. A szövegkönyve is egészen különleges, a története is egészen különleges és sok síkon mozog, és ugyanúgy a zenei szövete is. Olyan, mint valami porcelán edény készlet, tehát nagyon törékeny és nagyon csodálatos. Annyira színes, szellemes, ötletes ez a darab, annyi groteszk és vidám elem van benne, ugyanakkor rengeteg lírai éneklő, gyönyörű dallam, emiatt mi nagyon szeretjük játszani. A karakterek eltérő zenei világa a buffa, azaz a mindennapi életből inspirálódó opera és a fennkölt tragikus opera műfaj különbségeit, a közönség kegyeiért való versengésüket is kidomborítja. Cervina egy bohém lány, akiben mindenki szerelmes, és azt szeretné, hogy az összes szereplő, aki az operában szerepel, is szerelmes legyen bele. Ő egy fiatal komponista, halandóan a saját magában él. Olyan, mint egy igazi mai komponista, szóval a férjem is komponista, tudom nagyon jól. Halandóan csak azzal vagyok elfoglalva, hogy ez a darab nem fog lemenni, csak ha beleteszik ezeket a számomra udvari bolondokat. A szerző zseniális húzással ugyanis egy mitoszt, benne Ariadnéval gyúr egybe egy olyan komikus opera történetével, amelyben egy táncosnő és négy komédiás rögtönöznek prózai színészt is alkalmazva. Az előjátékban derül ki, hogy egy bécsi úr vacsora vendégei szórakoztatására engedélyezi, hogy két külön darab karakterei, táncos nő, komédiások, illetve mitológiai hősök ezúttal egy darabba gyúrva kerüljenek színpadra. Az operában kibontakozik Ariadné története, aki Naxos szigetén hűtlenkedvesét Tézeuszt síratja. Hiába vigasztalják a nimfák és próbálják felvidítani a komédiások, ő már csak a halál hírnökét várja, ám váratlanul mégis szerelembe esik. Nagyon-nagyon élesen körvonalazódik, hogy ki hova tartozik, és hogy nincs is szándékába egyáltalán semmelyik oldalnak keveredni. Szerintem mindig a végletek az érdekes egy ember számára, és ezt a szerző is pontosan tudta. Itt is ez figyelhető meg, és az benne a különlegesség, hogy mégis hogy gyúrta össze ezt a két ellentétet, az érzelmeknek a két különböző pólusát. A Cervinettával való duettben ott ugye rájövök, hogy aki mosolyog, az nem biztos, hogy belül is mosolyog, és aki szomorú, lehet, hogy van neki egy vidalmabb éne is, mint mondjuk a Mici Mackóba a fülesnek. Egy duetten belül is olyan gyönyörű, színátmenetes, végletes érzelmi kavalkát sül ki ennek a kettőnek az összegyurmázásából, hogy mi is próbáról próbára csak pislogunk, és újabbnál újabb színeket vezezünk fel benne, hogy lehetett ezt így megírni.
Richard Strauss csillogóan dalamos és extravagáns hangszerelésű zenéjét Halász Péter, a düsseldorfi Deutsche Operam Rhein első karmestere vezényli. A mű talán legérdekesebb zenei vonatkozása az, hogy az olykor Wagnerien vastag hangzást az opera mindössze 36 zenekari művésze hozza létre. Ami csodálatos, hogy Richard Strauss megpróbált egy mozarti partitúrát komponálni, Mozart volt az ő nagy példaképe, és azt kell mondanom, hogy sikerült is neki, hiszen egy kamarazenével tele tűzdel csodálatos partitúrával van dolgunk. Hogy a duettbe egy pillanatra ne legyen harcia. Amikor pedig valóban az operai jelenet jön, akkor végre Richard Strauss írhatott egy Wagneri duettet, ami talán a Siegfriednek a harmadik felvonásbeli duettjére emlékeztet minket. Valóban ezzel a 36 emberrel, aki a zenekarban játszik, egy olyan dús zenekari hangzást ér el, hogy ha az ember nem tudná, hogy ez egy kamarazenekarra íródott, nem is gondolná, hogy hogy éri ezt el, hát úgy, hogy azokat a hangszereket, akik a harmóniákat játsszák, azokat egyszer erre játszatja. Amikor megismertem ezt a darabot, meg mindnyájan így vagyunk vele, hogy megtudtuk, hogy 36 fős együttes játsza. Nem tudtuk elképzelni, hogy ez hogy fog szólni, de hihetetlen, hogy mennyire gazdag a hangzás így, és mennyire színes. Mondjuk ez abból is adódik, hogy ugye míg például csak a hegedükre lebontva, a nagyzenekari műveknél két hegedű szólam van, amelyet 10-10 ember játszik, itt pedig 6 hegedű van összesen, de mindenkinek külön szólama van. A brácsákban ugyanígy 4 osztott brácsa szólam van. Nekünk ez egy nagyon örömteli feladat, mert egyrészt szolisztikus témáink, anyagaink vannak, másrészt egy egész másfajta hozzáállást is igényel, egy kamara zenészi attitűdöt. Az Elektra és a Rózsalovag után Richard Strauss zeneszerző és állandó librettistája Hugo von Hofmannsthal a 20. század első évtizedeinek legkiemelkedőbb szerzőpárosa az opera műfajában, a két korábbi sikerdarabot egy kihívással teli kísérlettel tetézte. Operát írtak az operáról, történetet a művészi alkotásról. Anger Ferenc rendezése pedig abban segít, hogy az Ariadné Naxosban a lehető legélvezetesebb, legszórakoztatóbb formában és módon hasson az opera júniusi előadásain. A Pygmalion hatás az egyik olyan balettpremier, amelyet a legkorábbi előkészületektől végigkövethettek a műsorban. Boris Eifmann világhírű koreográfus darabja néhány nappal ezelőtt került először közönség elé. Stábunk pedig ott volt a bemutató előtti próbán is, ahol az Operaház színpadán a zenekarral együtt gyakorolhattak a balettosok. A következő percekben nem csak a táncművészek, hanem az előadás karmestere David Coleman is megosztja velünk a művel kapcsolatos gondolatait. Életképek egy főpróbáról. Küzdelem, öröm és büszkeség tükröződik egyszerre az arcokon. Az évad utolsó premierje Boris Eifmann világhírű orosz koreográfus Pygmalion hatás című balettje Johann Strauss zenéjére. Maga a mozgásvilág is teljesen új dolog az egész együttes számára. Mondhatom azt is, hogy másodpercig akár két lépés is belefér. A bemutató előtt a zenekaros főpróbán vagyunk, első ízben adja elő ugyanis a koreográfus saját társulatának 2019-es produkciója után egy másik együttes a művet, ráadásul rögtön élőzenekari kísérlettel. A téma sokakat érint, aki igazán jelentős eredményt akar elérni az életben, feszegetnie kell a saját határait. A Pygmalion hatás alapelve szerint magas elvárásokat kell támaszon önmagával szemben. Mert az alacsony csak átlagos eredményt valószínűsít, és ugyanez igaz a környezetünktől érkező különféle elvárások hatására is. Azaz, hogy mások mit várnak el tőlünk, és mi mit várunk el saját magunktól, jelentősen befolyásolhatja a munkában elért teljesítményünket.
történet főszereplői versenytáncosok. Egyikük fogad, hogy egy szegény sorból érkezett lányból sztártáncost farag, aminek a Pigmalion hatás értelmében működnie kellene. A koreográfia azért nagy kihívás, mert a jól ismert Strauss-i zenére profi társas tánc mozdulatokat idézve, mégis balett nyelven kell azt előadni. Я очень волновался, сможет ли артисты национального театра, национальной оперы преодолеть эти проблемы, потому что я работал со своей труппой полгода, со специалистами и так далее. А вторая идея, мне очень хотелось привести балет на музыку Иоганна Штрауса в Будапешт. A koreográfia tehát nem csak sűrű, de gyors is. Ez az egyik legszaporább része. A latin táncelemek az együttes néhány tagja számára természetesek ugyan, de a tempó minden művésznek kihívás. A nehézség ebben a társas tánc része volt, amit ugye soha életünkben nem tanultunk. Bueno, yo lo estoy disfrutando muchísimo porque es el movimiento que para mí es natural. Entonces, poderme defender y poderlo aprovechar en este momento es algo tan diferente. Eggman want every time even faster, faster, faster. But for us it's a challenge, but it is, yes. Vettünk egy metronómot és mértük vele a 180 BPM, tehát hogy elég nagy a tempó. Szerintem minden ütemre, minden négyes hangra van egy lépés, szóval nagyon sűrű. Iszonyosan gyorsan kell cseréljünk jelmet, de van olyan, hogy egy perc, 15 másodperc alatt kell teljesen átöltöznöm parókából, konyba, ballroom jelmezbe, cipőt le, csizmát, tehát hogy nagyon, nagyon gyors. A próba folyamatot figyelemmel kísérte Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója is, aki a koreográfus és betanító balettmesterei koncentrált munkáját méltatja. Én úgy érzem, hogy mindenkit magával ragad. Én azt láttam, hogy ő patika mérlegen tudja, hogy mikor kell dicsérni, mikor kell adott esetben utat mutatni. Tehát, hogy ebben is ő mester. Én ezért is nagyon szeretek elmenni, nézni a próbáit. A táncművészek számára eleve fokozott nehézséget jelent maga az első élő zenekari próba is. Figyelünk el a karmestert, eddig ugye egy megszokott zenére próbáltunk, minden 3 hétig, és most teljesen más tempókat kapunk, tehát ez is újdonság. Az energiateli élénk előretoló polkákat, gyors mozdulatok, a keringők románcát elsöprő elegancia jellemzi. David Coleman balettkarmester, az operazenekar és a Magyar Nemzeti Balett művészeinek tudását az árnyalatok kifejezésében használja ki. The power, the strength, the energy, the vivacity of the music is encaptured on stage as well. And the music drives it. And of course they're dancing. And the music is all about dance. With this orchestra, because it has full of excellent players, and they have a wonderful ethic of working. They work very hard and they concentrate and they accept from rehearsal to rehearsal we make progress in the style, because there's not one performance of any piece of music or even dance. Everything is fluid, but I know we can achieve it. I know with the adrenaline of performance and the concentration of performance and what the public give, the audience give us. It's a connection which is very important. Szokásos rövid hírrovatunk következik. Nyár az operában. Az évad végével sem áll le teljesen az opera. A szabadtéri előadásokon kívül olyan közönségkedvenc művekkel várjuk Önöket júliusban és augusztusban, mint a Traviata, a Rigoletto, a Varázsfuvola, vagy a Pillangó kisasszony.
Utóbbival zárul a június és indul a július, Puccini leghíresebb operájában a japán kultúra nem csak dallamvilágában, de színpadi eszközökben és látványban is megjelenik. Összesen 6 alkalommal láthatja a közönség Kerényi Miklós Gábor rendezésében, Kovács János vezényletével. A főszerepeket, mint Csocso Szánt, kettős szereposztásban Létai Kis Gabriella és Boros Csilla formálják meg, Brickner Szabolcs és László Boldizsár pedig Pinkertont alakítják. Digitális műsorfüzet. Az opera a jövőben digitális formában teszi elérhetővé műsorfüzeteit közönsége számára. Íme, így néz ki, ez például a Pygmalion hatásé, amely, ahogy korábbi riportunkban láthatták, épp a most futó premier darab. A műsorfüzet letölthető, az opera weboldalán a kiadványok között található meg. Benne minden fontos információval a darab cselekményéről, a világhírű koreográfusról és karmesterről, valamint ifjabb Johann Strauss zenéjéről, és a digitális műsorfüzet kínálat a következő évattól csak bővülni fog majd. Mozart ifjúkori operájával, az Áruhás kertészlánnyal vizsgáztak a zeneakadémisták. Az előadás fontos eleme az operai képzésnek, mivel színházi körülmények között, zenekari kíséret mellett formálhatják meg a szerepeket a hallgatók. Mindez pedig fontos tapasztalat számukra. Mutatjuk, hogyan készültek a tanév legfontosabb megmérettetésére az opera szakosok. Igazából itt dől el minden egy opera szakosnak. Ezt a nagyon komplex dolgot, ami az opera játszás, azt itt tudja igazából bemutatni. Ezért izgalmas, ijesztő, de elképesztően boldog és bátorító érzés mindig itt lenni, úgyhogy ezeket az opera vizsgákat én személy szerint mindig nagyon vártam. Nagyon fontos eleme magának az operai képzésnek a Zeneakadémián. Nagyon fontos egy kezdő operaénekesnek, hogy ilyen szituációkat megéljen, és be legyünk dobva a mély vízbe. Ez a legfontosabb vizsga az ő számukra az évben. Mozart ifjúkori operájával, az Áruhás kertészlánnyal vizsgáznak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem operatanszakos hallgatói. Az operatanszakon minden évben két úgymond teljes operát mutatunk be, egyet fél évkor, egyet évvégén, és szerencsére az operával együttműködve csináljuk az évvégi vizsgát mostanában. És kifordul. Soha semmit gázszerűen. A jegyünkhöz is hozzátesz természetesen. Van egy ária vizsga, ahol két áriát kell énekelni, és ugye van ez az opera vizsga, ahol egy egész darabot mutatunk be. Az opera vizsga színházi körülmények között teljes tábbal, világítással, díszlettel és persze zenekarral az Eiffel Műhelyház Bánfitermében kerül színpadra. Ugye mi ezt a Zeneakadémián kezdjük el az opera stúdióban próbálni. Itt az Eiffel Műhelyházban teljesen más az akusztika, teljesen más a színpad, teljesen más a tér. Úgyhogy egy kicsit meg is ijedtem, amikor elkezdtünk itt próbálni, de szerintem most már kezd összeállni, úgyhogy jó lesz. Én azt gondolom, hogy egy ilyen opera vizsga ez egy nagyon összetett dolog, és hát azt a szituációt idézi elő, azt éljük meg, amit egyébként a pályán majd fogunk, a próba folyamatokat tekintve, zenekari próbákat tekintve, a színpadon vagyunk, rengeteg olyan helyzettel találkozunk, ami csak a színpadon történik meg, váratlan helyzetekkel, amiket meg kell oldani.
Nagyon boldog vagyok, hogy ezen akadémiára járhattam. Tényleg azt lehet érezni, hogy itt mindenki azért van, hogy a tanítványt segítse, és mindenkitől ezt a védelmező, a jövőt megalapozó motivációt kapjuk. Az opera szakos hallgatók Almásítót András thriller-szerű rendezésében mutatkozhatnak be. A próbát mestereik is segítik, köztük Marton Évával, a világ egyik legkiemelkedőbb drámai szoprányával. Abszolút oldott a kapcsolat, és nagyon jó meglátásokkal segítenek a tanárok abban, hogy mit lehetne még igazítani, egy-két apróságot, hiszen az ember magát kívülről nem látja, és nagyon fontos, főleg az elején a külső kontroll. Ez így esztétikus, erotikus és hajó. Nem csak az van, hogy külön választva szépen tud énekelni, vagy szépen tanul meg egy szerepet, hanem egy teljes darabban kell megmutatniuk a tudásukat a hallgatóknak. Mozart műve bemutatójakor 1775-ben csak 19 éves volt. Komponálás közben a szerelemről nem is annyira húsvérszereplők formájában, mint inkább hangszínekként gondolkodott. Almásítót András rendezésében a karakterek már a szerelem szülte identitás problémákkal is szembesülnek. Történik benne minden. Mindenki más szeretne megkapni. Nagyon élvezem ezt a karaktert, amit most alakítok. Az egy nagyon-nagyon szeszélyes nő, egy ilyen igazi kapricsózá, aki a nőiességét nagyon szabadon és úgy ereje teljében éli meg. Az én szerepem egy szobalány, Szerpetta, aki szerelmes a saját főnökébe, és folyamatosan megy utána, de ilyen nagyon idegesítően. Már én is néha frászt kapok magamtól. De nagyon érdekes ezt a Mozart operát ebben a köntösben nézni. Értelmet nyer egy csomó dolog. Az egész darabra jellemző, hogy nem a nagy együttesek, hanem az áriák dominálnak. Így az opera szakos hallgatók tudásuk teljes tárházát megcsillogtathatják, miközben a rendezés túlvilági erejű lénye kialakítja őket. A vizsga nem mellesleg közönség előtt zajlott. A Zeneakadémia hallgatóit június elején láthatták a nézők az Opera Eiffel műhelyházának színpadán. Az előző adásokban bejárhatták velünk az operaház előcsarnokát, főlépcsőjét és a nézőteret, miközben mindegyik helyiségről érdekes információkat tudhattak meg. Most az első emeleti fesztiválba és a Vörös Szalomba hívjuk Önöket, hogy még mélyrehatóbban ismerhessék meg az operaház lenyűgöző tereit. A főlépcsőház elegáns, szép vonalvezetésű balluszteres korlátokkal kiegészülő díszlépcsőin felérve az első emeletre csak néhány lépés a fesztibár, amely Budapest legharmonikusabb és legelegánsabb 19. századi belső tereinek egyike, díszítésében késő reneszánsz stílus jegyeket idéz. A foájé két szintet átfogó terében és a tölgyfa burkolatú kék aranykárpittal borított folyosókon az előadások szüneteiben kiváló lehetőség nyílik a beszélgetésre, társadalmi érintkezésre. A szellemi élvezetek után a test is jól kell, hogy lakjon elvén, a díszítés Vastag György mennyezeti festményei által Dionüszosz a bor és a mámor istenek köré épül. A műmárvány oldalfalakat pedig Feszti Árpád és Újvári Ignác különböző hangokat jelképező 9 képe díszíti. A királylépcső emeleti végződésétől kétszárnyú ajtókon keresztül egy-egy fiatal és idős embert ábrázoló kőoszlopok mellett sétálva jutunk el az operaház szívébe, azaz a Vörös Szalomba, ami megyszínű sejemkárpit és vöröses faburkolata miatt kapta a nevét. A falak és a mennyezet kazettáit Tan Mor mitológiai ciklusa ékesíti. Ez a helyiség egykor az uralkodói reprezentáció célját szolgálta, innen lehet ugyanis bejutni a királyi páholyba, és a szalon eredeti funkciója részben megmaradt. Ma is szolgál magasrangú személyek fogadására,
de az opera élet legnagyobbjai, többek közt Placido Domingo vagy René Fleming is találkozott már itt a sajtóképviselőivel. De időszakos kiállítások is helyet kapnak itt, vagy operaházi előadásokhoz tartozó kísérőprogramok. Ez volt ma az Opera Café. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Riportjainkat online is elérhetik, de jöjjenek operában, mert élőben az igazi. Jövő héten például színpadon a Pigmalion hatás, az Ariadné Naxosban, de a Pongori Ildikó 70 balettgálával is várjuk Önöket. Egy hét múlva pedig találkozunk újra ugyanitt, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!